A hagyományokhoz hűen a palotavárosi tavakkal övezett park adott otthont a 8. fehérvári halünnepnek. Bár az időjárás az elmúlt héthez hasonlóan nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, de így is 40 csapat jelezte részvételét a népszerű gasztroünnepen. Azt hiszem, hogy a horgászoknak, az őket tömörítő egyesületnek ez egy nagyon jó kezdeményezése volt, hiszen közösségi program másik oldalon a halat és egyáltalán a halfogyasztást, az egészséges étkezést, ez nagyon jó és fontos gasztronómiai értékeket közvetít ez a rendezvény. Én bízom benne, hogy azért nem fog egész nap esni, és akkor akár innen a palotavárosból és akár messzebbről is érkeznek majd ide emberek, családok, jól érzik magukat, mert hát elindul a tavasszal együtt pedig elindulnak azok a közösségi programok, amiket szeretünk. A kezdeti célok természetesen nem változtak, a halételek és a horgászat népszerűsítése. Igazi hagyománnyá vált a halünnep palotavárosban, erről a rendezvény fővédnöke, Varga Tamás országgyűlési képviselő beszélt a megnyitón. Nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk 2 év után, hiszen ez egy olyan hagyományos rendezvény a Fehérvárnak, palotavárosnak, amit nagyon szeretnek a fehérváriak és a palotavárosiak, hogyha kellő humorérzékkel közelítenénk meg ezt a mai napot, amikor zuhog az eső, azt mondhatnánk, hogy a halak a vízben érzik jól magukat. De inkább közelítsük meg ezt a napot reménnyel, hogy el fog állni az eső, és szép lesz a nap, és találkozhatnak mindazok, akik szeretik a halat. A fehérvári halünnepet 2013-ban rendezte meg először a HOFESZ, azóta pedig nagy népszerűségi jellemzésében sokat segítenek palotaváros önkormányzati képviselői is. A város halászleve idén is Paminger Ede, a királyi város ízmesterének receptje alapján készült, a különleges ízvilágot képviselő akasztói ponyból, eredeti szegedi paprikából és bajai tésztából készült levest idén is nagyon sokan megkóstolhatták.